Csak a polgármester és az alpolgármester vehetett részt a koszorúzáson. Továbbra sem lehet ugyanis nyilvános rendezvényeket tartani országszerte a járványhelyzet miatt. Nagy Bálint polgármester úgy fogalmazott, ahhoz, hogy egy település a jövőjét tudja tervezni, figyelembe kell vennie és tiszteletben kell tartania a múltját. A megemlékezésnek pedig nem szabhat határt semmi, így a világjárvány sem. Bár alkalmazkodnunk kell a helyzethez, ugye mi is alapvetően áttértünk most a megemlékezés tekintetében és az online térbe, hiszen olyan műsorok vannak a Keszthelyi Televízióban is, amik mind erről az időszakról, a kommunizmusnak a borzalomairól adnak egy tájékoztatás gyakorlatilag. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai fiatalokat is emlékeztessük azokra a borzalmakra, amik megtörténtek. Elsődlegesen nem csak azért, hogy a tapasztalatot és a tudást megkapják, hanem azért, hogy ne történhessenek meg még egyszer ezek a borzalmak egyikünkkel se. Az emléknap kapcsán csütörtökön 18 órakor sugárzott televízión kerekasztal beszélgetést, melyben történészek idézték fel a kommunista diktatúra zalai vonatkozásait. A beszélgetés online felületeinken visszanézhető. Az objektív adása után a Nádazó Borbé című dokumentumfilmet vetíti televíziónk, mely a gulágot megjárt Keszthelyi Vidi József történetét mutatja be. Este 8:30 előtt pár perccel pedig a Hol vannak Schmidték című dokumentumfilm kezdődik. A Göcsei Múzeum Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának támogatásával a Balaton Színház ablaktárlatán verseket olvashatnak, illetve egy összeállítást láthatnak az érdeklődők a kommunista diktatúra plakátjaiból és fotóiból.